Magyarok kenyere. Ismét összefogtak a magyar gazdák, hogy rászoruló családoknak segítsenek. Beiskolázási program különleges élménynappal, nyitott tantermi órákkal és idegenvezetéssel várják a beiratkozókat a Nyíregyházi Egyetemen. Különleges főzőklub, egyes típusú cukorbeteg gyermekek és szüleik számára szervez közös főzést a Nyírdiabet Egyesület. Hét rászorulókat segítő szervezet és három hátrányos térségben lévő önkormányzat kapta az idei Magyarok kenyere adományát. A Gölcsey televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Megyénkben és Kárpátalján több száz családnak készítenek majd az összegyűjtött adományból kenyeret a karácsonyi asztalra. A Magyarok kenyere kezdeményezését idén 8. alkalommal szervezték meg. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 8 évvel ezelőtti kezdeményezéséhez idén 4. alkalommal csatlakozott a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége is. A falugazdák és a helyi szervezetek 6 helyen adhatták le és gyűjthették adományaikat. 14 tonna liszt került szétosztásra úgy, hogy ebből 5 tonna megy az országos alapba, és 9 tonna liszt pedig itt került kiosztásra. Az adománylevelek, és nyilván az adománylevélek alapján pedig megkapják majd arra illetékes szervezetek. Ki szeretném emelni Kárpátalját, mert Kárpátaljára egy jelentősebb mennyiségű lisztadományt tudunk majd küldeni. Ez azért fontos, mert Kárpátalja nagyon nehéz helyzetben élő, idős, elhagyott emberei számára, a különböző gyermekintézmények számára fontos, hogy ezek az adományok odaérkezzenek időben. A Szabolcsi térség hátrányos helyzetű szegény régiónak számít, ezért az itteni emberekben nagyobb hajlandóság van az összefogásra is. 15 millió búzaszemről beszélünk, itt az összetartozásnak a szimbólumát jelenné ez a 15 millió magyarnak az összefogását a Kárpát-medencében, hogy mindenki, akinek lehetősége van, bekapcsolódik ebbe az adományozásba, és reményeim szerint olyan családokat segítünk meg ezzel, akik ebbe örömet kedlelik, és pár napot kellemesebbé teszünk az életükben. Ez az adomány több száz család karácsonyát fogja megkönnyíteni a megye különböző településein, hiszen a karitatív szervezetek az összegyűjtött és felajánlott lisztből kenyeret sütnek majd. Azonban nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdagodik ezzel a segítsége, hiszen Kárpátaljára is jut adomány. Beregszászon a református egyházközség fogja majd szétosztani azt az adományt, amit meg fognak kapni, illetve kenyeret fognak belőle sütni, amit majd rászorulók kapnak majd meg a karácsonyi ünnepi asztalra. És ez nagyon fontos dolog az, hogy itt valóban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és az ország több településén is pont ezzel az adománygyűjtéssel sikerült elérni azt, hogy amellett, hogy valóban egy nagyon nemes célra áldozzák ezt a lisztadományt, illetve búzaadományt, amellett egy közösségépítő tevékenységet is folytatnak, és egy nemzetegyesítő tevékenységet is. Ünnepélyes keretek között adományozó levél kíséretében 7 rászorulókat segítő karitatív szervezet és 3 önkormányzat vehette át az adományt. A második világháború végéhez közeledve a második ukrán front áttörte a Kárpátok védelmi vonalát és gyorsan elérte az Alföldet. Itt az oroszok nagy veszteséget szenvedtek, de a kommunista rendszerben ezt nem lehetett megírni a vezetőknek. Ezért a kollektív bűnösség bélyegét rásütötték a magyarokra. November 2-án Nyíregyháza elfoglalását követően arra bíztatták az embereket, hogy menjenek dolgozni, takarítani és folytassák az életet. Akkor senki sem sejtette, hogy ez a nap városunk gyásznapja lesz. Úgy pótolták lényegében a veszteségeiket, hogy Nyíregyházán konkrétan 1944. november 2-án az orosz csapatok elkezdték összefogdosni az embereket az utcákról, a boltokból kirángatni, akik találtak ugye mávosokat, vasutasokat, postásokat, egyszerű embereket elkezdték összeszedni, összegyűjteni őket, és mint háborús bűnösöket kvázi, mint bűnös embereket Oroszországba, különböző munkatáborokba vinni. Innen Nyíregyházáról 2300 embert szedtek össze nagyon-nagyon septibe, akiből csak 300 tért vissza a munkatáborokból. Ez a veszteség, ami akkor Magyarországot is érte, mert országos szinten 800 ezer emberről beszélünk, akit már nem kirobotra hurcoltak. Az óriási, és ráadásul olyanokról van szó, nőkről és férfiakról,
akik igazából nem vettek részt a harcokban, és semmit sem tehettek arról, hogy az oroszoknak mekkora a veszteségük. Idén már nem csak nyílt nappal várja a Nyíregyházi Egyetem a leendő hallgatókat, november 28-án különleges élménynapot tartanak, ahol a nyitott tantermi órák mellett színes programok mutatják be a hallgatói élet szabadidős lehetőségeit, valamint idegenvezető segítségével ismerhetik meg az egyetem összes épületét. A robotika iránt érdeklődő, felső tagozatban tanító pedagógusokat pedig új továbbképzési lehetőségekkel várják. 2018. november 1-től indult az új beiskolázási évhez kapcsolódó programsorozat a Nyíregyházi Egyetemen. Ennek első lépésével, vagyis a plakátokkal már az őszi szünet utáni első nap találkozhattak a középiskolás diákok. A következő program a már hagyományos nyílt nap, amit ezúttal november 7-én rendeznek meg. Itt részletes tájékoztatást kaphatnak az egyetem képzéseiről és programjairól a leendő hallgatók. Hamarosan egy új képzést is indít a felsőoktatási intézmény. Olyan 30 órás pedagógus továbbképzési programot sikerült akkreditálni a Nyíregyházi Egyetemnek, amelyet az új innovációs stúdión belül, keretein belül terében tudunk megtartani azoknak a pedagógusoknak, akik elsősorban felső tagozatban tanítanak, és a robotika iránt érdeklődnek. Ennek az első kurzusa, egyre a pilot kurzus november 9-10-i napokon indul, szervezés alatt van, tehát ez még nagyon új, és a honlapunkon fogjuk folyamatosan feltölteni azt az aloldalt, ahol majd a részletes információkat, a további pedagógus továbbképzési programjainkat, illetve az erre történő jelentkezést is meg tudjuk jeleníteni. A nyílt nap után november 28-án egy különleges élménynappal várják az érdeklődőket az egyetemre. Az intézmény oktatói nyitott tantermi órák keretében mutatják be a leendő hallgatóknak, hogy milyen az oktatás a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény vezetése szabad kezet adott a hallgatói önkormányzati testületnek, akik így kiegészítő programokkal színesíthetik majd az élménynapot. Ilyen lesz például a Labor Gym által tartott harcművészeti bemutató, illetve egészséges táplálkozással kapcsolatos tájékoztató, valamint ezzel egybekötött ételkóstoló is. Szeretnénk olyan programokat megmutatni a leendő hallgatóknak, amelyek már folyamatában nálunk is zajlanak évekre visszamenőleg. Ilyen lesz például egy tagból és egy tagvolli bemutató, aminek már házi bajnoksága évek óta zajlik. Berendezünk egy fesztiválsarkot, rendezvénysarkot, ahol a hallgatói önkormányzati testület által szervezett rendezvények képsorozatai, videói láthatóak majd, illetve bármilyen információt kérhetnek ezekkel kapcsolatban. Emellett egy különleges idegenvezetést is szerveznek. Az egyetem egy adott pontjáról indulva bemutatják és végigjárják a tanulmányi épületeket, a kollégiumot, a hallgatói szertárklubot, a sportcsarnokot és a botanikus kertet is. Az élménynap keretein belül minden órában indul csoport idegenvezetői kísérettel. Ingyenes főzőklubot szervez a Nyírdiabet Egyesület az egyes típusú cukorbeteg gyermekek és szüleik számára. Ennek célja, hogy az érintettek megtanulják, hogyan kell szénhidrátot számolni, és milyen alapanyagokat választanak étkezésük során. Az egyes típusú cukorbetegek egy nap többször kapnak inzulint és mérik a vércukorszintjüket, de a cukorbetegség kezelésének a harmadik legfontosabb összetevője a diéta. A kórházban elmondott elméleti tanácsokat a főzőklub segítségével tudják a gyakorlatban megvalósítani. Gyümölcsleves, csirkés tortilla és sütőtökös muffin. Ez volt a menü a legutóbbi főzőklubon. A Nyírdiabet Egyesület 2017 óta szervez ehhez hasonló közös programot, annak érdekében, hogy az egyes típusú cukorbeteg gyermekeknek és szüleiknek segítsenek az étrend kialakításában. Az érintett fiatalok naponta többször kapnak inzulint, de emellett többször kell a vércukorszintjüket is mérni. A kezelésben ezeken túl fontos a megfelelő étrend kialakítása is. A főzőklubban dietetikus is részt vesz, valamint dr. Kántor Irén, a Józsa András Oktatókórház csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosa is segít a felmerülő kérdések megválaszolásában. A diéta megtartásához a legfontosabb, hogy a cukorbetegek megtanulják kiszámolni az ételek szénhidrát tartalmát. Azt, hogy mikor pontosan mennyit ehetnek, milyen szénhidrátot, a szénhidrátok összetételét, és ezt az, hogy egy ételben mennyi szénhidrát van, és vannak nagyon jó dietetikusaink, akik ezeket megtanítják a gyerekeknek, itt pedig élőben tudjuk gyakorolni. Meg kell tanulniuk, hogy egy alma, egy kenyér, egy tészta, rizs,
hirtelen most csak ennyi jut eszembe a legfontosabb dolgok, ezekből mennyi szénhidrátot tartalmaz, és akkor ez szépen ez alapján össze kell állítaniuk az étrendjüket. Úgyhogy egészséges is legyen, szénhidrátban megfelelő mennyiségű legyen, tápláló, színes, ízletes, egy igazi étkezés legyen, ne csak 30 g szénhidrát. A Nyírdiabet Egyesület 2008-ban alakult azzal a céllal, hogy az egyes típusú diabéteszes gyerekeknek és családjaiknak segítsen, közölte Szabó Né Balogh Zsuzsa, a szervezet elnöke. A főzőklubbal azt is próbálják elérni, hogy egy idő után szinte ránézésre meg tudják állapítani a cukorbetegek, hogy mennyi szénhidrátot tartalmaz egy-egy étel. Ennek például a menzás étkezésnél veszik nagy hasznát a gyerekek. Nyírdiabet Egyesületen keresztül bárki csatlakozhat hozzánk. Elsősorban mi Szabolcs megyében karoljuk össze, de nagyon szívesen várjuk esetleg a távolabbi megyékből érkezőket is. A főzőklub mindig valamilyen tematikára épül rá, és azon kívül, hogy ugye bár itt megtanuljuk a szénhidrátot számolni, és a diéta fontosságot, azon kívül egy nagyon fontos közösség összehozó szerepe is van, hiszen nagyon fontos az, hogy érezzék azt, hogy nincsenek egyedül ezzel a betegséggel, kialakuljanak egy kis baráti kör. Épp ezért kétféleképpen vannak a foglalkozásaink, először is a kamaszoknak, ami most például most a kamaszoknak van. Ide 12 évtől várjuk a fiatalokat, 18-20 éves korig, ameddig csak akarnak, és akkor ők itt együtt játékosan főznek. A másik pedig a kisebb gyerekeket várjuk a szüleikkel, ahol meg anyuka is a gyermek főz együtt. Az ingyenes főzőklubban egyszerre 15-en vehetnek részt a konyha férőhelyei miatt. Legközelebb november 17-én a Diabétesz Világnapján szervez újabb főzést az Egyesület. Egy virtuális szemüveg segítségével 4 szakmában próbálhatják ki magukat az általános iskolások a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából. A Nyíregyházi a 10. állomása az országos szakma világroadshow-nak. Ennek célja, hogy segítse a diákok pályaválasztását és a szakmák megismerését. Az Iparkamara kamionja hétfőn és kedden parkol a Continental Arena mellett, és ez idő alatt összesen 400 diákot fogad majd. Ez a kamion parkol jelenleg a Continental Arena mellett. Hétfőn reggel érkezett Nyíregyházára a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmavilág roadshow-ja. A kamionban egy virtuális szemüveg segítségével 4 szakmai területet, a gép, az építő és a vendéglátóipart, valamint a szabásvarrást próbálhatták ki a diákok. A kamion kedd délutánig marad Nyíregyházán, a 2 nap alatt mintegy 400 diákot fogad a program. A megyei iparkamara terve, hogy jövőre Mátészalkára és Kisvárdára is eljusson a szakmavilág roadshow. Itt felmérhetik azt, hogy milyen képességekkel, készségekkel rendelkeznek, eldönthetik azt, hogy egy-egy szakmát ők tudnának-e végezni, vagy sem. Tehát ez egyfajta segítség a fiatalok számára, hogy eldöntsék azt, hogy egy-egy szakmát választhatnak-e, vagy ők rendelkeznek azokkal a készségekkel, képességekkel. Mi bízunk abban, hogy ez az új módszer, ez a gyerekeknek egy lehetőség, hogy kipróbálják magukat ezeken a virtuális szemüvegeken keresztül, ami egy újszerű dolog, és egy kicsit közelebb jutni a fiatalokhoz, hiszen ők ezeket a technikai eszközöket már olyan szinten használják, hogy szeretnénk nem csak üzemlátogatásokon keresztül bemutatni nekik a szakmákat, vagy osztályfőnöki órákon elmondani, hanem ténylegesen olyan technikai eszközökkel, amik számukra érdekes lehet. A rendezvény kísérő programjaként a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 10 standon is bemutatkozott, így például a Zai, a Sipkai és a Bencs is. A centrum 3 éve működik, ez idő alatt sikerült növelni a tanulói létszámot. Az első szakmát tanuló diákok körülbelül 5500-an vannak. Ezentúl 1800 felnőtt diák sajátítja el a második szakmáját a Nyíregyházi Centrum valamelyik intézményében. A kamara és az iskolák számára is fontos a hiány szakmák népszerűsítése. Minden két-két szakma igazából hiány szakmának minősül. Van egy 20 szakmás képzési lista, amit igazából megjelentett minden évben a kormányzat. Ebben az évben hiány szakmának minősülhet a gépipari szakmák közül jó néhány, a kéziipari szakmák közül a női szabó például, de például egészségügyi szakma és elpolitára kerültek föl. A helyi kamara tevékenységi körében kiemelt helyet foglal el a pályaorientáció már évek óta. Számtalan üzemlátogatást és osztályfőnöki órát szerveznek annak érdekében, hogy a diákok gyakorlatban is megismerkedjenek a különböző szakmákkal. Ezentúl komoly anyagi támogatást is kaphatnak havonta azok, akik hiány szakmát választanak és tanulói szerződést kötnek.
Hazai pályán szenvedett 3 gólos vereséget a kisvárdai futballcsapat. Az NBA 13. fordulójában játszott mérkőzésen a Budapest Honvéd 3-0-ra győzött a Várkerti stadionban. A kisvárda szombaton az Újpestet fogadja. Az első lehetőség a hazaiak előtt adódott, a 6. percben Gosszonyi lövését kellett védenie Gróf kapusnak. Az első gólt viszont a Honvéd szerezte, a 32. percben Hollander a 16-oson belül átvette a labdát, majd kilőtte a bal alsó sarkot. Az 57. percben egyenlíthetett volna a házigazda, horvát fejese azonban elkerülte a kaput. A 69. percben megduplázta előnyét a Honvéd, Hollander verekedte el magát a kapuig, és a hazai védők asszisztálása mellett gulította a labdát a hálóba. A 78. percben egy kapus kirúgást követően Engong elé került a labda, ő pedig megszerezte a Honvéd 3. találatát. A 90. percben Melnyik szépíthetett volna, de nem talált el a kaput, így a Honvéd 3-0-ás győzelemmel távozott Kisvárdáról. Tudtuk nagyon jól, hogy nem lesz egyszerű a mérkőzés. Láttuk a Kisvárdának az elmúlt mérkőzését, elsősorban a videót, a meccset elemeztük ki, és tudtuk azt, hogy mire kell felkészülni, hogy a bal oldal nagyon erős, a Pico, a Sasa és a Protics személyében ott próbáltak megbontani a védekezést, mint hogy a videótonnál is, ugye Sasa volt is rúgott. Tudtuk azt, hogy semlegesíteni kell a horvátot, mert magas játékos, erős játékos, és ott életveszélyes a rögzített helyzeteknél, és a labda megtartásánál, viszont azt is tudtuk, hogy az előjátszó játékosaink, mint ahogy ezt a mérkőzésen is többször a Danilo és a Filip is beindulnak azokban a résekben, amiket üresen, hogy az ellenfél védelme, akkor lesznek lehetőségeink a mérkőzésen. Én úgy érzem, hogy elég jó arányban használtuk ki most a helyzeteinket is, ami nem volt az eddigi mérkőzéseken, az elmúlt mérkőzéseken megfelelő a részünkről. A hazaiak edzője szerint a vendégek megérdemelten szerezték meg a 3 pontot. Úgy gondolom, hogy a Honvéd győzelme megérdemelt, bár hozzá kell tennem, hogy próbáltunk mi is masszívak lenni, fölnőni a feladathoz, és úgy gondolom, hogy igazából nagyon könnyű gólokat szerzett a Honvéd, ajándékoztunk gólokat, nagyon komoly hibákat követtünk el. Pontosan ezért viszont az a pár lehetőség, amit teremteni tudtunk a Honvéd kapu előtt, azok kimaradtak. Azt mondom, hogy nagyon stabilan, nagyon masszívan védekezett a Honvéd. Nem véletlen ránézünk a tabellára, a kapott góljainak a száma. Mi sem tudtuk bevenni a kapuját, úgyhogy összességében azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a mérkőzésben ennyi volt. Talán egy kicsit lehetett volna szorosabb ez a mérkőzés, de ez így alakult, úgyhogy gratulálunk a Honvédnek. A forduló további eredményei a következők: Paks Moldvid FC 0-4, Újpest Szombathely 2-0, Puskás Akadémia Diósgyőr 2-1, Mezőkövesd Debrecen 2-2 és Ferencváros MTK Budapest 2-0. A tabella élén a 30 pontos Ferencváros áll megelőzve a 26 pontos Honvédot. A 9 pontos Kisvárda 10. helyen várja az Újpest szombati vendégjátékát. Egy hónapon keresztül Stuttgartban készül Bakosi Péter. A nyíregyházi magasugró edzéseit Kis Tamás, a német atléta válogatott ugrószakágának vezetője irányítja. A 6-szoros szabadtéri bajnok magasugró célja, hogy kijusson a jövő évi glasgowi fedett pályás Európa-bajnokságra és katari világbajnokságra. Az idei szezon nem úgy alakult Bakosi Péter számára, ahogyan azt szerette volna. Az elmúlt ősszel már Németországban készült a 226 cm-es egyéni csúccsal rendelkező magasugró, akit 2018-ban sérülések is hátráltattak. Igaz, a 25 éves atléta így is megszerezte 7. fedett pályás és 6. szabadtéri bajnoki címét, viszont csak 220 cm-ig jutott. Péter hétfőtől ismét Stuttgartba tette át a székhelyét. Ez az apa-fia versenyző-edző kapcsolat, ez nem igazán úgymond egészséges hosszú távon. Mi eljutottunk odáig Petivel, hogy azt hiszem, hogy a maximumot kihoztuk ebből a dologból. Most van ott a helyzet, hogy változtatni kell, és már tavaly Tamással dolgozott, és az nagyon eredményesnek tűnt. Tamás elvállalta most is, hogy a felkészítését. Én természetesen, ha itthon lét alatt besegítek, amiben csak lehet, de a felkészülés irányítását az Tamás végzi. Azt gondolom, hogy az eredményei, amit a tanítvány az idei Európa-bajnokságon ugye elértek, egy ezüst meg egy bronzérmet szerzettek a tanítványai, azt gondolom, hogy jól kezekbe fog kerülni, és a sérülés nem fogja zavarni. Azt gondolom, hogy jó idényt fog zárni, vagy jó idényt fog igen zárni. Hát természetesen a cél, egyelőre a tél, a fedett pályás Európa-bajnokság, ugye már 2 EB-n részt vett. Én remélem, hogy ha felkészülése jól sikerül, akkor az idei fedett pályás Európa-bajnokságon eredményesen fog szerepelni.
Az elmondása szerint nagyon motivált magasugró bízik abban, hogy a németországi edzőpartnerek segítségével lerakja a következő év sikereinek alapjait. Igazából, ami különbség van itthon és a kinti felkészülésem között, az az edzőtársak. Kint nagyon sok olyan edzőtársam van, aki ő velem egyszintű vagy jobb is, egyszerűen olyan versenyhangulatot tudunk minden edzésen kialakítani, ami itthon nekem hiányzik. Felkészülésben ugye minden, ott is igazából minden egy helyen van, mint itthon, csak az edzőtársak a különbség. Péter számára 2019 két főversenye, a glasgowi fedettpályás Európa-bajnokság, valamint a katari világbajnokság, amelyet ezúttal nem nyáron, hanem októberben rendeznek meg Dohában. Négy helyet javítva a karrier csúcsot jelentő 38. helyen áll a férfi teniszezők világranglistáján a nyíregyházi Fucsovics Márton. A rangsor élén Novák Djokovics váltotta Rafael Nadalt. Fucsovics ebben az évben már nem indult több versenyen. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 8 éve kezdődött a Magyarok Kenyere kezdeményezés, amelyhez idén negyedik alkalommal a Magosz is csatlakozott. A falugazdák és a helyi szervezetek segítségével idén 14 tonna lisztet tudnak szétosztani. Ebből 5 tonna az országos alapba került. A maradék 9 tonnát ünnepélyes keretek között, 7 karitatív szervezet és 3 önkormányzat között osztották szét adományozó levél kíséretében. Idén már nem csak nyílt nappal várja a Nyíregyházi Egyetem a leendő hallgatókat. Különleges élménynappal, nyitott tantermi órákkal és idegenvezetéssel várják majd az újonnan beiratkozókat, akik az egyetem szabadidős lehetőségeivel is megismerkedhetnek. Az élménynap keretein belül minden órában indul majd csoport, amely keretében idegenvezetői kísérettel mutatják be az egyetemi komplexumot. Az egyes típusú cukorbetegek egy nap többször kapnak inzulint és mérik a vércukor szintjüket, de a cukorbetegség kezelésének a harmadik legfontosabb összetevője a diéta. A kórházban elmondott elméleti tanácsokat a Nyírdiabet Egyesület által szervezett főzőklub segítségével tudják a gyakorlatban megvalósítani. Ennek célja, hogy az érintettek megtanulják, hogyan kell szénhidrátot számolni, és milyen alapanyagokat válasszanak étkezésük során. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 5-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Folytatódik az átlagosnál jóval enyhébb időjárás. A tőlünk keletre található anticiklon peremén alacsony nedvességtartalmú levegő érkezik a Kárpát-medence fölé, ugyanakkor a felszín közelében a gyenge légáramlás miatt egyre fokozódik a köthajlam. Az előttünk álló éjszaka fátyol felhős lesz az ég, éjszaka párássá válik a levegő, sokfelé köd is képződhet. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás fordul elő néhol. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben nagyrészt gyengén felhős, napos idő várható. A köd fokozatosan mindenütt feloszlik, kitisztul az idő, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutára 18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban változóan felhős időre van kilátás, általában több-kevesebb napsütéssel. Éjszakánként sokfelé, napközben helyenként ködös lesz a levegő. Csapadéknak kicsi az esélye, inkább csak vasárnap fordulhat elő néha gyenge záporeső, illetve a körös részeken nem kizárt szitálás. Fagy nem valószínű. A nappali felmelegedés kissé gyengül, de a maximum hőmérséklet még meghaladja a sok évi átlagot.